Sziasztok! Többen kérdeztétek, hogy mennyire nehéz egy ilyen oszlopot mozgatni, föl lehet egyedül rakni a helyére, macerása leszedni a sisakról, vagy van-e valami különleges tudnivaló maga az oszlop és az üst házasítása kapcsán? A válasz egyszerű, nincsen. Ugye, hogyha az üstre is triklempes csonkot hegesztetünk, és azon keresztül rögzítjük az oszlopot, akkor gyakorlatilag egyetlen egy bilincs oldásával vagy zárással tudjuk az oszlopot levenni, vagy felhelyezni. Ezt meg is mutatom. Ugye ez egy háromszoros oszlop, ez egy kicsit könnyebb, mint a négyszoros, amit szoktam ajánlani. Úgyhogy ezt gyakorlatilag egyedül is lehet mozgatni, kényelmesen. Ennyi a történet, már lent is van. Ugyanilyen bonyolult visszahelyezni a helyére, és ugyanilyen egyszerűen rögzíthető is, hogyha az ember fogja a bilincset, és azon keresztül ugye kicsit érdemes kilazítani a felhelyezés előtt, és azon keresztül ugye kényelmesen lehet visszaszerelni. Ennyi történt. Láthattátok, nem egy nagy időigény. Hogyha üvegoszlop helyett fémoszlopot használunk betekintő nyílással, illetve háromszoros helyett négyszorost, akkor azért az oszlop súlya egy kicsit nehezebb tud lenni. Olyankor célszerű esetleg segítséget kérni, bár azért, hogyha nagyon akarja, az ember egyedül is meg tudja oldani, illetve a másik trükk az, hogy nem kell az egész oszlopot egyben fölrakni, hanem gyakorlatilag, mivel moduláris elemekről van szó, szét lehet szedni, lehet külön a buboréksapkás részt, a defragmátort, a könyököt, a véghűtőt, meg akár az epruvettát felszerelni rá, tehát nem muszáj egybe összerakni. Ugyanezzel a bilincses megoldással több fázisban is össze lehet szerelni. Gyakorlatilag maga a karbantartás, mosás, kibetöltés céljából ilyen egyszerű művelet, és hogyha az ember úgy van vele, akkor ugyanezzel a mozdulatsorral vissza is tudja szerelni. Tehát nem egy nagy történet.